Na jó reggelt! Hát megint esik, és a szél is fú. De mire elkészítem a kávém, már nagyjából el is áll az eső. Aztán persze megint újra kezdi. Ilyeneket olvasok. Megvan a teljes sorozat egyébként. Beatrix Potternek a történetei. Ugye a saját rajzaival gyönyörűen rajzolt. Hú, gyerekek, a reggeli fejem az rémes. Ha megint valahogy egy pattanás. Még csak egy. Nem baj. Ez már csak ilyen, amikor itt vagyok. Visszafiadalodom, vagy nem tudom. Ma este megmosom a hajam is. Most ez nem egy nagy program, de tegnap este nem volt kedvem. Úgyhogy ez, és akkor ez az eredménye a reggelre. Na mindegy. Nem érdekes. Ki fogom bírni, nem tudom, hogy ma hova megyünk. Megyünk-e bárhová is. Találtam egy jó nagy bögrét a konyhában. És jól kézre is áll, tök jó. Hogy ezt mindig tele szoktam nyomni kávéval, és ezt megiszom reggel, és akkor ettől így egy kicsit magamhoz térek. Visszajöttünk a Westbury on Severn templomba, és megnéztük, egy fontért lehet elhozni könyvet. Úgyhogy sajnos ez a sketchbook már nem volt, amit ugye láttatok az előző videómban, azt már megvették, de az English Garden ez igen, úgyhogy ezt elhoztam, illetve még ezt találtam, ami szerintem nagyon-nagyon megérte, a Birds of Britain and Europe, és itt nagyon részletes leírás térképekkel az összes madárról, és nem tudom mennyire tudjátok, de én nagyon szeretem a madarakat, sajnos nem értek hozzájuk, tehát nem vagyok ornitológus, de viszont érdekelnek, úgyhogy ennek nagyon örülök szintén.
John Hooper, 16. században Gloucester püspöke volt, és miután protestáns volt, ezért mágián megégették. Gloucester az egyik kedvenc városom. Gyönyörű a katedrális és a környezete, iszonyú régi város, tehát nagyon-nagyon sok épület fennmaradt a 15.-16. századból, és ugye rengeteget a katedrális maga is a 12.-13. században épült. Aztán ugye a környéknek ez az egyik nagyvárosa, és illetve a nagyvárosa Gloucestershire-nek. Nagyon sok szegény ember is lakik itt, az az igazság, úgyhogy ennek megfelelően nyilván a boltok is úgy lettek kialakítva, hogy ilyen nagy luxusboltok nem nagyon vannak, ilyen H&M van, meg ez a Primark, meg ilyen olcsóbb boltok vannak, nyilván Marks & Spencer az van, illetve vannak antikvitások is. Ugye ez a nagy antikvitás, ahol jártunk, vagy jártam többször is, meg ahonnan a fülbevalóim vannak, mondjuk pont nem ez, de a másik. Az az egyik nagy kedvencem, az több szinten helyezkedik el, és hát isteni ott aztán lehetne szemezgetni. Csak hát nem akarok elveszni nagyon részletekben, mert azért ott is tudnék hagyni pár fontot, az biztos. Az ember nem tud más csinálni ezeken az esős napokon, mint autóba ülni, vagy buszra szállni, elmenni a kisvárosokba, és shoppingolni. Sziasztok! Ma Monmouthba fogunk menni. Itt is voltunk tavaly, megnézzük a régi hidat, és remélem, hogy egy nagyon klassz, szép útvonalon fogunk menni, és megmutatom nektek megint a tájat.
Ez állítólag a környék legjobb fish and chipsezője, Mon Mousse-ban. Most itt ettünk egy tradicionális fish and chipset. Óriási ilyen kristályhely, tele van klassz kristályokkal. És itt mindjárt mellette van ez a boszorkány, nem tudom mi, anya. Börtönben. Régi cellák. Wow. Iszonyú picik ezek a cellák, de úristen. Bementünk egy nagyon helyes kis boltba, és vettem egy pár ilyen ajándékot, amiket most nem fogok részletesen megmutatni, de nagyon cuki, azért, mert akik kapják, lehet, hogy nézik a videómat.
Úgyhogy nagyon klassz kis boltok vannak itt egyébként Hummuszban. Is that what you wanted? Yes. Unfortunately. Nézzétek meg! A két indzsár süti egy ilyenbe, 4,50-ért. Van vegán is. Crumpets. Ezt eléggé megszerettem, az az igazság, csak ez is totál egészségtelen szerintem. Elég gyakran esik mostanában az eső, viharos szél, fúj és hűvös is van. Ennek ellenére azért igyekszünk jönni-menni, és minél több dolgot látni itt. Van is még tervevéve pár hely, ahova szeretnénk ellátogatni. Viszont ezt a videót most itt szeretném lezárni. Remélem, hogy tetszett. Hogyha igen, akkor nyomjatok rá egy lájkot. Hogyha még nem iratkoztatok fel a csatornámra, akkor ezt kérlek tegyétek meg. És nézzétek meg a többi angliai vlogomat is. Sziasztok!